13 perc múlva lesz 3:48, itt a Szombat reggel a Kossuth Rádió információs magazinja, majdnem informatikát mondtam, ugye tudat alatt, hiszen a következő témánk már kapcsolódik ehhez, méghozzá a robotika, egy a hazai robotika versenyeket összefogó klaszter létrehozását, és speciális zsebszámítógépeken alapuló oktatási anyagok kidolgozását tűzte ki célul a Neumann Társaság megújult robotika szakosztálya. Ennek elnöke Szögi Zoltán a Szombat reggel vendége. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért volt szükség ennek a szakosztálynak az újraélesztésére? Ezt az idő követelte ki? Az idő is kikövetelte. Egyrészt, másrészt én azt gondolom, hogy nagyon fontos és egyre népszerűbb a robotika Magyarországon is, a gyermekek körében, hiszen ezáltal egy nagyon sokféle tudományágba és területre tudnak bekukkantani, és több kollégával azt gondoltuk, hogy ez már létezett a Neumann János Társaságon belül, és itt az ideje ennek a újra alakítására, hiszen tényleg nagyon fontos dolgok történtek itt az elmúlt években is. És ha jól sejtem, ha jól érzékelem, akkor egyfajta tudományos hátteret próbálnak ehhez a munkához adni, megalapozni, és népszerűsíteni is természetesen a robotikát. A kettőt összekapcsolni, mert nyilván ez összefér. Teljesen összefér, és ugye az elmúlt fél év megmutatta, hogy itt a digitális oktatás, illetve a digitális világ az mennyire fontos, és mennyire sajnos elengedhetetlen. Úgyhogy ezért is fontos ez a dolog. Másrészt a robotikán keresztül nagyon sok gyerek kap kedvet ahhoz, hogy olyan tantárgyakkal, tárgyakkal foglalkozzon, ami a természettudomány, informatika, mérnöktudomány, ami azt gondolom, hogy a jövőre nézve is egy fontos dolog, hogy kedvet csináljunk ehhez a területhez. Annál is inkább, mert nagyon nagy szükség van ilyen szakemberekre, és nem csak egy szegmensben, hanem tényleg tágkör, ahogy említett néhány példát. Így van, tehát az, hogy a jövő generációjában valamilyen szinten, bármilyen területen, az biztos, hogy meg fog jelenni a digitalizáció. Ezért nagyon fontos, hogy már gyermekkorban elkezdjük azt, hogy ezek a gyerekek megismerkedjenek ezzel a világgal, másrészt azt, hogy ez a robotika, digitalizáció, informatika, ez nem valami fura gyerekek sportja, hanem ez egy teljesen érthető, közel lévő dolog, és nem egy megtanulhatatlan tényező az iskolában. Van egy ilyen probléma, hogy egy ilyen nehéz, nem létező dologként kezelik ezt? Mert én inkább azt érzékelem, hogy a kisgyerek leül, játszik ezekkel a kockákkal, egyből összeállít egy alapvető robotikai dolgot, tehát mintha ők jobban tudnák, mint a felnőttek. Ez így van, tehát azért, hogyha belegondolunk, akkor a mi generációnk azért meg ebből kimaradt. Igen, ez nekünk ezt meg kell tanulni, ők pedig ebben nőttek bele, tehát egy nagyon sok folyamat digitalizálva van már, és viszont ezeket azt, hogy hogyan kell programozni, hogy működik, és mondjuk egy robotprogramozáson keresztül megtanul egy olyat, hogy analógiás gondolkodás, azzal szerintem a többi területen is nagyon nagy előnyöket fog kapni. Tehát, hogyha történelmet tanul, irodalmat tanul, ott is nagyon fontos alapkompetenciákat tanul meg a robotikán keresztül. Hogyan képzeli el a szakosztály ennek a programnak a megvalósítását? Beszélhetünk programról is, tehát nem túlzás ez. Így van, tehát ez nemrégiben történt az újraalakulás, volt egy elnökségi választás, és nagyon sok jó szakember támogatja ezt a folyamatot, és már megtörtént az első elnökségi ülés. Elsődleges célunk az, hogy valamiféle klasztert, összefoglaló táblázatot készítsünk azzal kapcsolatban, hogy milyen és hány robotikai verseny van ma Magyarországon, hogy a felkészítő tanárok is lássák, hogy mondjuk az adott környéken milyen robotversenyek vannak, és ne egymást üssék ki, hanem egymást erősítsék ezek a folyamatok, és minél többen kapjanak kedvet különböző robotikai versenyeken elindulni. Ez az egyik fontos ilyen tényező. A másik, amit fejünkbe vettük, hogy azok az eszközök, amik vannak most, és nagyon sok lelkes tanár van, de ezt valahogy
pedagógiai módszertani keretekbe tudjuk helyezni, hogy ott, ahol ez még kevésbé ismert, ott ez a tanár is kapjon egy megfelelő módszertani háttérrel egy oktatási módszertani anyagot. Vannak idehaza jó robotikai versenyek? Néhányról mi is beszámoltunk itt a szombat reggelben, a Kossuth Rádió más műsoraiban is, egészen rangos nemzetközi világ megmérettetésekről is. Ugye nekem a másik sapkám az az Edutus Egyetemnek a fenntartójaként is dolgozom. Ugye mi például csináltuk tavaly a World Robot Olimpiádnak a világdöntőjét, de ezen kívül van ami még... Nagyon sikeres volt. Ami nagyon sikeres volt, hiszen 73 országból közel 3000 versenyző látogatott el Magyarországra, de ezen kívül van még a First Lego League, ami egy szintén nemzetközi kifutású verseny, de megemlíthető még a RoboCup is, ami szintén egy nemzetközi hátterű versenysorozat, ami szintén van Magyarországon. Illetve van több kisebb verseny is, és nyilván ezeket kell számba venni, felmérni, összefogni, hogy ne folyjon szét ez az egész. Ez így van, tehát ez az elsőleges cél, hogy ezek a versenyek tudjanak egymásról, és egymást erősítsék, és ne konkurenciaként tekintsenek egymásra, hanem egymás mellett jól elférő versenyekként, hiszen a tanároknak is, diákoknak is az az érdeke, hogy minél több lehetőséget kapjanak a tanulók. Azt hiszem, kiveséztük a szakosztály terveit, elképzeléseit, hogy mit szeretnének megvalósítani, ez egy nagyon fontos dolog. Egy picit beszéljünk arról is, hogy a már a robotikával foglalkozó magyar szakemberek hol helyezhetők el nemzetközileg? Mennyire vagyunk felkészültek, kreatívak, egyediek? Erről mit tud mondani? Hát nagyon sok híres név van, most kiindulva abból, hogy Neumann János társaság. Hát akkor... mondjuk a mába, ma élők közül, tehát most... Igen. De itt is nagyon sok olyan szakember van, gondoljunk csak Charles Simonyira, aki szintén magyar származású, és az Office programcsomag egy jelentős részét azért neki köszönhetjük. De hogyha visszamegyünk odáig, még az én generációm az emlékszik rá, hogy floppy. A floppy is ez azért magyar névhez köthető. De ezt kevesen tudják. De a Lego robotok motorja is egy magyar emberhez kötődik, tehát hogy azért nagyon sok szálon és a mai iparban is, robotikában, informatikában nagyon sok magyar szereplő van, széles a világon, tehát nem csak Magyarországon, hanem Amerikában és egész Európában. Milyen irányba fejlődhet a robotika, amikor a 3D-ről beszélünk, nyomtatásról, és megkérdezem az ezzel foglalkozó szakembereket, hogy mit hoz a holnap, vagy hol van a határ, akkor széttárja kezét, hogy hát nem tudja. Ez így van, de én azt gondolom, hogy ez a robotika automatizálás témakör, ez nem fog elvenni munkaköröket, csak bizonyos munkaköröket átalakít, hiszen az automatizálás, a robotika alapvetően olyan munkaköröket vált ki, ami jelenleg is nehéz úgymond megoldani emberi erővel, tehát hogyha bemegyünk egy bármilyen nagyobb gyár üzemcsarnokába, akkor ott nagyon sok olyan egészségre káros, monoton munkát végeznek már robotok. Gépkocsi összeszerelés például. Vagy a festés, a színezés, de hogyha csak nem megyünk messzire, régen volt olyan, hogy telefonközpontos. Most már ugye ez a folyamat is automatizálva van, és nem vettük el, vagy nem vette el ez a folyamat a telefonközpontosok munkáját, csak nekik már egy sokkal jobb és intellektuálisabb lehetőség jutott. Vagyis nem kell félnünk a robotikától. Nem kell félni, és pont a versenyek lényege, hogy ezt megismertessük az emberekkel, hogy ez egy hasznos dolog, amit mi tudunk használni saját célunkra, saját pihenésünk kedvére. Újjá alakult a Neumann Társaság robotika szakosztálya. A szakosztály elnöke Szögi Zoltán volt a szombat reggel vendége. Köszönöm szépen!